dolgoztak. Na, Ákucikám, drágám, gyere! Fogd meg ezt a kamerát. Te vagy a kameraman. Most. Igen. Kameraman. Hozott a kis hölgy. Mi a neved, drágám? Én mindig azt mondom, hogy éjjel szörnyéget. Képzeld el, a Sárga Csikó lovas iskolában voltam. Gyerekkoromban sokat. Azt nem tudod, hol van. Nem. Már meg is szűnt az élet. Na most figyeljetek, mert ilyen csikónál, mert fel lesz ő kötve. Igazából kéne egy kis műanyag, kis madzak, hogy azt szakíts el. Tehát egy lónak elég az, hogyha hirtelen oda nyúlsz villával valami, bepánikol, tudod? Bepánikol, és akkor elkezdi ott szaggatni magát. Tehát így lesz csak felkötve, de óvatosan szépen ki lehet. Tegnap fölkötöttem, nem volt semmi probléma. Ma ugyanezt megismételjük, jó? Gyere, még siké. Gyere, kis babám a kucihoz, gyere. Gyere. Megpróbáljuk, ha belefér ez a... Mindjárt. Nem hiszem el, hogy miért. Hogy tud ez így belemenni ide ez a lánc? Nem köszönöm. Hogy nem bírom kiszedni. Na? De senki nem tudja, ugye? Aha, jó, sikerült. Na most nem direkt ebben rakom fel, inkább megpróbálom, hogyha ebbe belemegy. Ha belemegy, nem tudom. Nem, vastag a karabinerünk. Nem, sikerült. Tehát megbeszéltünk valamit? Azért ez stabilan ide van kötve. Tehát ilyenkor egy csikónál pláne nagyon finoman. Szépen idejövök, aranyosak ők, csak a hirtelen megint egy lóra jellemző bepánikolásnak szoktuk mondani. Ugye egy meghúzza magát, jaj, és akkor még jobban akar. Tehát arra nagyon kell figyelni, mert súlyos balesetek történnek. Kicsúszik, hanyatt esik, bármi történhet. Tehát finoman megyek hozzá, finoman megyek be, de megtanulják idővel. Várj egy picit, vedd a lovacskát, és engem is mindegy. Jó, ha van, nincs baj. Mert egy van vele, nagyon éhes. Miksikén, drágám, ez már tripla repeta. Gyere, drágám, gyere. Gyere. Így és így jobban megszokják, ugye kap egy kis reggelit szépen, és elballag. Itt elhamikázik, és akkor tudunk körülötte csinálni dolgokat. Jöhet nekem egy talicska, már is, meg egy villa. És akkor nagyjából úgy mutatom a dolgokat. Nem egy katasztrófás nagy dolog. Pipuf meg lehet oldani, minden. Csak energia kell, akarat, szív. Sicsúgy, én megpörgetek 6-7 percig. Én a 7 lóval 6-ra jövök, kizabolok 14-et, 2-t kirakok karámba, és 7 óra 5-kor megvagyok a 7 boxsal. De utána lehet nézni. Csak hát ugye spórolok, nem a rosszat, nem dobom ki. Egy szalmaszál nincs, ami nem lenne megpörgetve. Az önitató alól is nagyon fontos, mert a víz oda megy, elkezd rohadni. Szuper, drágám! Még nekem kéne, hozd ide azt a röviden nyelű villámot, légy szíves! Nem te? Úgy, hogy csináljuk a talicskát? Na? Hogy rakjuk ide a trágyázáshoz? Így rakjuk? Fordítva. Így van, és miért rakjuk fordítva? Ugye, mert amikor teher van, már egyből megyünk kifele. Tökéletes. Jó, fordítsd meg, drágucim! Átoskán vegyed, drágám! Veszem, veszem. Itt szépen, itt vagyunk! Ugye először is elcsípjük a nagyobb szemeseket, vigyázz, onnan, vagy onnan is. A nagyobb szemeseket elcsípjük, mert ez még nagyon jó alájuk. Kár lenne érte. Tehát azokat megcsípjük, hopp, már az kim van. Hopp, ilyen megint szemetes, hopp, már megint kim van. És ami jó, azt szépen így ki tudjuk szedegetni. Finoman. Úgy. Megint megyünk tovább. Jó van, kicsi babánk hamizik. Odafigyelünk rá, de mondjuk jó indulatú, tehát nincs vele semmi probléma, ez egy kedves, intelligens baba, nincs de azért lónál így nem állunk, meg nem nyúlok a farához, mert hirtelen megijed, bum, ugye menekülő állat, és puf, le akarja rúgni a tigrist, vagy a sárkányt, vagy akármi. Tehát nem hirtelen arra gondol, hogy mi vagyunk. Tudod? Na, megyünk tovább. Megnézzük. Ez egy elég ganyocska lovacska. Van egy pár belőle. Ugye az a szürkém is az. A szürke az nagyon komoly, nagyon. Igen. Pedig mondom, tegnap gyönyörűen megcsinálva az összes, csak ugye azért azt ne felejtsd el, hogy az aránylag rosszak, tehát ami nem olyan vész, azt azért... azt még... azt visszaszoktam nekik pörgetni. Oké, mehetsz Ákoskám arrébb? Szerinted? Szerintem igen, nem?
Ja, akkor mehet szabad. Csak remélem, ugyanaz, mint tegnap, de mehet a második egy nagyon picit, csak jussál ki vele. Az a lényeg. Hogy? Ja, jó. Persze, mehet szabad, így van. Mindjárt megveszek. A lényeg, hogy mindig a fal mellől, majd meglátod, bepörgetem a dolgokat. Bepörgetem a fal mellől, hogy ott ne rohadjon soha semmi. A fal mellett, önitató alatt mindig meg legyen pörgetve. Jó? Erre majd kerül a friss szalma, ugye? Nézd meg! Most van a pörgetés. Tehát bepörgetem ide, mert általában ide trágyázik a legtöbbet, középre, ide pisil, és ez a használat. Csak holnap már megy kifele. Menj, édesapa! Miksikét, intelligens babám! Menj, amely! Tessék! Mit csinálj? Nem mozott ki, nem. Mit csináljak? A Miksit? Igen. Egyenlőre még tanítom. Nagyobb bacskák. Nem baj, nézd végig, mert egy pár perces művelet és meg vagyunk, már csak aztán szalmát kell. Hát itt is megnézem, hogy nagyon húgyosak természetesen kiveszem, de vannak olyan dolgok, hullat kiszeded, az egészet nézd meg. Látni, hogy nincs lesülve. Viszont a teljesen friss szalmát raksz alá, áll föl alól, és csúszik ki a hátul, és így jön ki a hátuljával. Tehát a törekesebb, félig rosszat mindig alulra rakni. Mert az ad egy stabilitás a lónak. És utána rámegy a friss széna a helyére, kész. Tehát ezekre figyeljünk. Tehát lesülve nálam nincs. Erről lehet enni. És az egész boxom így néz ki. Csak mondom. Csak az összeset, például ezeket biztos, hogy nem fogom kidobni. Ezeket nem dobom ki, ez jön ide Miksike alá. Önitató nagyon fontos, önitató alatt. Ugye itt vizezik a lovacska, nézzetek lányok? Vizezik, és itt szokott rohadás lenni. Bogarak, minden, ha nem, minden nap szépen ez kitakarított. Egyszerű, ha minden nap megvan, akkor itt nézd meg, mi nálam itt probléma nincs. Ennyi. Jó. Elég a sok dumából. Kicsi helyet kérek, hopp! Süts, süts! Jó is lesz? Nem. Miért lenne jó? Majd szólok. Ákos, nem, még nem jó? Kéres Ákos, kell mindjárt. Úgy van erre egy lapátom is különben. A lapát a legjobb ilyet. Aprót felszedni, de én mondok egy trükköt, tök egyszerű. Ha nincs lapátod, ugye ok, vigyelj. Van egy lovagló gumicsizmám. Ez egy cipőm. És így szoktuk, rálépünk egy kicsit, és nézd meg, alig fog ott maradni. Azt a praxison mondja. Látod? Mm. Alig marad ott. Alig, most lapát nélkül is, de van lapátom is, abban szoktam. Én sarkokba, pláne a City Light-nál, jobb abban. Tulajdonképpen mehet ki. Mehet. Drágám, hozhatod a szalmát kintről. Jó? Mindjárt maradj most már vonalban. Nem baj, az a 100 perces lesz. Most van tárhelyed, nem? Van, hát de úgyis kitörlöm minden. Ugyanezt. És hogy? Hogy melyik jó vagy neki? A Bence. Majd. Ezután most kéne a szülikéret megmozgatni. Aranyosan megy tök. Most mozgatni a szülikéret? Igen. Én akkor de akkor ő nem tud menni a testvére. A Cityvel. Megy, akkor arra tudom, hogy egy van. Jó van, babám, mindjárt meg vagy. Jó van, kispapa. Jöhet a szalmát, ha? Nagyon bakkogok. Kicsi, vegyél hozzá. Ne a kis aprókat kaparált, hanem teszek hozzá nagyobbat, és majd egybe rakom be. Jó. Tehát így fogom. Nézd meg! Törekes, 8500-ig vettem ezt a szalmát. Hát nem mondom, hogy ez extra, extra minőség, csak nagyon apró. Akkor minél többet veszek ide, nézd meg. És fogom. Ugye mivel ilyen törekes, olyan szépen a Miksika alá be fog menni majdnem ez az egész, ami itt most államban. De ilyen levelenként, szálanként hozod az életben, nem lesz benne a ló alatt. Nézd meg! Csúgy! Majdnem, hogy benn vagyunk. És sokat már nem is rakunk neki. Hogy! Nyomom! Megpörgetem! Miksikén drágám! Szerbusz babuszi! Szerbusz babám! Jaj, de jó! Ki baba? Enyá? Kutsz-kutsz-e? Kettőnek
Jó! A kripkénél nagyon fontos. Gyere el, Kocka! A kripkénél még fontosabb a dolgok, hogy szintén tiszta legyen. Ugye, mert a ló általában ilyen pazarló kis lovacskák, és oda egy csomó zabot ki, és föl tudják szedni. Na, van itt egy étföl, fogni meg alá. Ez jó pénánk van, ez még a alpok alól lesz. Itt vagyok. Ez nagyon jó extra alpok alól, Zala kisrákos környékéről. Most már nem tudod elhozni, mert fogok, mert olyan drága a szállítás, hogy megnyekkensz. Jó? Van még neked szeregy, mondta neved nőni. Borbá. Bogi. Bogi. Bogitán, van egy jó bogikám nekünk, 1000 éves amatőr. Bogi. Villával nem húzzuk így a földön, mert a végén visszakunkorodik, és ezt így szoktam, akinek van köszörű, abban csinálja, ide figyel. Én így szoktam, hogy ide beakasztom, és látod, ha esetleg úgy lesz, így meghúzom, és elmennek a kunkorok, mint nyomod bele, nem megy, vagy belemegy, és akint a kis horog, milyen? Tényleg. Van neki, igaz? Van. Van neki, ezt nem én használom, az enyém az jó volt. Hát ennek van. Fogom, ez ilyen kis trükkök. Majd figyelj, mert kettő is már nem lesz ott. Még egy. Már majdnem. Nagyon szent, valami nem akar. Aha. Még mindig. Nincs más trükkök, mint nincs. Köszönöm. De ez hamar jobban elszokott. Jó, szuper. Oké. Okay. Szénát kapott, ugye? Igen. Minden kapott, gyere, babikám. Kapott egy kis hamitát is, gyere. Most szépen a miksikét leengedjük. A karabinert fogom, ezt majd még használjuk. Bennem hagyjuk a karabinert. Többször volt olyan dolog, karabinernél, benn hagyod, játszik vele a ló, jöttem egy tőkés nevűlő jut eszembe, így vele volt neki akadó es, mind a horom. Játszik, és bele tudja akasztani. Ja, úgyhogy ezt nem hagyjuk benne az ilyen karabinert, hogy max felrakjuk. Oké, megvagyunk. Még siker szépen hamikázhat, majd várja a lepucolás, és várja majd, hogy kirakjuk őt karámba. Jó! Gyertek, drágáim! Oké, akasztok! Oké.